Magyar népmese. A róka meg a daru vendégsége. Találkozik a róka a daruval, s kérdi. Hol jártál, darukoma? A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, rókakoma, merre jártál? Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az ételről mi jutott eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, rókakoma, kinél rendezzük? Előbb nálam, azután pedig nálad. Holnap délben gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem hosszú nyakú edényben ad az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, rókakoma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal a hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra egy szép halat, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru. Talán haragszol, rókakoma? Hát már hogy ne haragudnék, darukoma, amikor te finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott. Felelte a daru. Ugyan, édes rókakoma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.